Őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket, kedves beszélgető társaim, és szeretettel és tisztelettel köszöntjük a hallgatókat, illetőleg a nézőket is. A mai alkalommal az Isten kérdésről folytatnánk egy beszélgetést a spontaneitás jegyében. Elmondanánk, hogy kinek mi nyomja a szívét, és milyen kérdések merülnek fel kiben-kiben ezzel a rendkívül fontos kérdéssel kapcsolatban. Én egy gyermekkori élményemre szeretnék visszatekinteni, amikor az ember az iskolában, az oktatás keretében hall arról, hogy a mi világunk a véletlen jegyében jött létre, akkor óhatatlanul is arra gondolok, hogy az én édesanyám engem imádkozni tanított egy Istenhez, egy valakihez, és hogyha mi egy teremtő Istenről beszélgetünk és gondolkodunk, akkor a tudomány képviselete és annak a mondani valója valahogy nem illik bele ebbe a képbe, és én ezzel az ellentmondásossággal éltem sokáig, amikor aztán már én magam is személyes olvasási élményekhez juthattam, akkor megpróbáltam olyan könyveket keresni, találni, amelyek ezt az ellentmondást segítenek bennem feloldani, feldolgozni, és valahogy azt a gondolatot éltem meg, amit Jób könyve fogalmaz meg a 23. fejezetben. Érdekes és nagyon megindító ez a szakasz. Azt mondja itt Jób: ó, ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék szinte az ő székéig. Elébe terjeszteném ügyemet, számat megtölteném mentő erősségekkel. Hadd tudnám meg, mely szavakkal felelne nékem, hadd érteném meg, mit szólana hozzám. Vajon erejének nagy volta szerint perelne velem? Nem, csak figyelmezne rám. Hogy ebben a gondolatban ott van ez az örök kérdés, ha tudnám, hogy megtalálom őt. Ott él a szívünkben annak az elemi igénye, még akkor is, hogyha az ember alapadottságként próbálja ezt a belső érzést elfojtani, hogyha van Isten, akkor jó lenne vele kapcsolatot teremteni, vagy egyáltalán megtudni, hogy kicsoda ő. Az ember felnéz az égre, látja a felhőket, látja a csillagokat. Most már ugye a modern technika világában hallhatunk a Hubble űrteleszkóp csodáiról, teljesítményéről. Tudjuk, hogy 200 milliárd galaxis létezik, hát az ember a számokba is beleszédül, és hogy milyen hihetetlen messzeségbe ellátva ez az űrteleszkóp milyen csodálatos képeket közvetít ide felénk. Az ember érzi a maga törpességét, kicsiségét, és ilyen gondolatok vetődnek fel benne, hogy mire való ez az óriási világmindenség, és hogy egyedül vagyunk ebben az univerzumban. Mit kezdünk ezekkel a távoli égitestekkel, ahol valószínűleg soha nem fogunk eljutni. Mire jó ez? Valon benépesítette a világegyetem, vagy mit vagyunk egy galaxis félreeső spirálkarjában, egy parányi kis naprendszer még csekélyebb bolygóján, az ismeretlenség homályában. Egyáltalán kik vagyunk mi? És ha van Isten, akkor nem elemi szükségletünk az, hogy tudjunk róla valami többet. Ki az Isten? Hát az egyetlen hiteles forrás az Isten kérdés megválaszolásához maga a Biblia. Ki az Isten? Mondja meg ő. Visszaemlékezem a gyerekkoromra, hogy mennyire szerettem nézni a felhőket. És van egy nagyon kedves igehelyem Jób könyvében, ami így hangzik: tekints az égre, és lásd meg, és nézd meg a fellegeket. Milyen magasan vannak feletted? Úgy emlékszem, hogy olyan családban nőttem föl, hogy Istenről gyerekkoromtól kezdve tanulhattam, édesanyám, édesapám hívő ember volt, és így, ahogyan feltekintettem a fellegekre, akkor vajon ki van ott fölül? És nagyon különleges volt számomra, amikor olyan dolgok történtek az életemben, hogy meg tudtam ragadni azt, hogy van fölöttünk ott a felhők felől valahol magasan egy élő Isten. Nagyon szeretem ezt a kifejezést, amit Jeremiás könyvében olvashatok, hogy ő élő Isten. Tehát amikor számomra elérkezett az az idő, hogy azt a valakit, aki távol lakik, bizonyos szempontból megfoghatatlan, láthatatlan, de én tudhattam azt, hogy ő egy élő Isten, aki létezik, és aki személyesen velem törődik, és rólam gondoskodik. És emlékszem, hogy ez olyan különleges volt számomra, hogy az egész emberi életem, az életem célja úgy egészen más színbe tűnt föl, amikor ugye, hogy Jób is mondja, hogy amikor oda terjesztettem az ügyemet, és tapasztaltam, hogy ő ezt hallja, tudja és látja.
És emlékszem, hogy mekkora fordulatot tett a gondolkodásom, és az életem is ennek a felismerése következtében. De nem is ez a gondolat élt, ha tudnám, hogy megtalálom őt. Elmennék szinte az ő székéig. A legtöbb embert ez az Isten keresés jellemzi. Sajnálatos módon a belső ellenállás miatt nagyon sokan nem jutnak el addig a gondolatig, amit itt Jobb megfogalmazott, hogy elmegyek szinte az ő székéig, inkább megpróbálnak együtt élni ezzel a hiányérzettel. Egy idézetet hadd idézek fel, ha már idézet, akkor illik felidézni, hogy más gondolkodó emberekben is milyen eleven erővel jelenik meg ez az igény. Azt írja Sej az Életünk és a Stressz című könyvében, ahol bizonyos filozófiai gondolatokat is megenged magának. Azt írja, nincs egyetlen érző ember sem, aki a felhőtlen éjszakai égboltra tekint, meg ne kérdezni önmagától, mi a rendeltetés a csillogó égi testeknek, és mi az, ami a világ mindenség rendjét megszabja. Ugyanez a kérdés támad bennünk, ha az emberi testbe helyezett liliputi világmindenséget kémleljük, vagy akár csak azt a titkokat firtató emberi szempárt, mely minduntalan összefüggéseket keres e két világ között. Nem kell tudósnak lenni ahhoz, hogy valaki meghallja a teremtő természet nagy melódiáit, éppen úgy, hogy a hangszerek muzsikája sem csak a zeneszerzőké. Gyermekkorunkban mindnyájan művészei voltunk-e tiszta örömnek, de az idő múlásával legtöbben, szerencsére nem mindnyájan, elvesztettük ezt a drága talentumot. A napi problémák rövidlátóvá tesznek és érzéketlenné a nagyság és a csodálatosság iránt. Sajnálni való, hogy a mai emberek zöme olyan sóvárgó szenvedéllyel akar gyakorlati lenni, előre jutni, hogy már ideje sincs elgondolkodni azon, vajon hová is törekszik. Próbáljuk a Bibliát segítségül hívni, hogy fogalmat alkothassunk már, amennyire az emberi értelem az Isten nagyságát, tökéletes voltát megragadni képes, próbáljunk valami fogalmat alkotni arról, hogy ki is ő. Főleg Isten és ember viszonyában kellene ezt a kérdést felvetni, és amennyire lehet megválaszolni. Ugye a 8. Zsoltár egy rendkívül szép igehely, ami ezt a kérdést elemi erővel fogalmazza meg. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van reá. Olyan különleges számomra ez a kijelentés, hogy micsoda az ember ahhoz képest, amilyen nagyságokat látunk ezen a földön. Ugye, hogyha óriási hegyekben járunk, nekem is volt egy ilyen élményem, hogy Erdélyben voltunk jó magas hegyek között, és ahogy föltekintettem, és úgy összehasonlítottam az én másfél méter magasságomat ezzel, hogy ki is vagyok én ehhez képest, de azt mondja, hogy az Isten, noha odafönt lakik, de megemlékezik rólam, személyesen rólam, és gondja van reám. És nagyon különleges számomra az, hogy tényleg mennyire beleültette Isten az emberbe ezt az ő felé való vágyakozást és a kutatást, ez a két szempár, amely kutatja őt. Nagyon sokszor tanítok gyerekeket, és soha nem felejtem el azt az élményemet, amikor egyszer egy óvodás csoportot tanítottam, és közöttünk volt egy 3 éves kicsi lány, aki életében Istenről nem hallott. A nagymama hozta őt oda, nagyon nehéz családi háttérről jött. És ahogyan rácsodálkozott az Isten lényére, ahogyan befogadta a szívébe, amilyen dolgokat kérdezett tőlem, olyan dolgokat, amilyen én nem is gondolkoztam. Tehát számomra ez bizonyítja azt, hogy Isten mennyire beleültette az emberbe azt, hogy keresheti őt. És ha nem nyomja el magában ezt a benne lévő keresését, akkor meg is találja. És ugye mi is, ami késztet bennünket a keresésre, ha úgy feltekintünk. Akár nappal, akár pedig este, amikor látjuk ezeket a csodálatos csillagokat, és ahhoz képest azt mondjuk, hogy itt vagyok én, ezen a bolygón, ki vagyok én, és milyen különleges dolog az, hogy az Isten gondoskodik rólam, és megemlékezik rólam. Az óriási hiba lenne, ha csak a kérdés felvetésig jutnánk el. Ugye, tudnám, hogy megtalálom őt, ez a fázis sok esetben hiányzik, akkor elmennék szinte az ő székéig. Nem érném be annyival, hogy elcsodálkozzam a csillagos ég láttán, vagy akár a felhők vonulását szemlélve megragadjon annak a szépsége,
mindenképpen mozdulásra kellene késztessen ez bennünket. És ugye ebben az idézett Zsoltár szövegben van még egy mondat, kevéssel tetted kisebbé az Istenné az embert, és dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt, tehát Isten és ember viszonya az izgalmas kérdés, mert ha Isten csak úgy valahol önmagában létezne, teremtő hatalommal felruházva, de mi emberek ezzel nem tudnánk mit kezdeni, és nem lenne személyes kapcsolat lehetősége ezzel a valakivel, akkor mit érne ez az egész? Engem is nagyon foglalkoztat az Isten kérdés és az Isten keresés. Általános iskolában szembesültem én is először azzal, hogy a gyermekkori hitemet egy másik alternatíva is megjeleníti, illetve versenyzik vele az evolúció kérdése. De bennem mindvégig megmaradt elemi igényként az, hogy jó lenne azt, aki ezt az egész mindenséget, a világ mindenséget, benne a földet, az embereket, az állat-növényvilágot megteremtette, ő kicsoda, és hogy jó lenne őt megismerni közelebbről. És én azt gondolom, hogy akár nézőként, akár hallgatóként az Isten keresés és az Isten kérdés senkit nem hagy érzéketlenül. Mindenki most ezekben a percekben is döntéshelyzetben van, hogy lépéseket tesz annak az érdekében, hogy Istent vágyjon megismerni, vágyja az ő róla szóló kinyilatkoztatásokat befogadni, meghallgatni, értelmezni, esetleg előbb-utóbb magáévá tenni, vagy pedig nem szeretne ezzel a kérdéssel foglalkozni. Bizonyára, ha most Isten szemszögéből néznénk ezt az esetet, Istennek elég furcsa lehet azt látni, hogy mindent megtesz értünk, mi pedig azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, majd később foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Igen. Megragadó és a Biblia az Isten teremtői mi voltára azért teszi a hangsúlyt, hogy érzékeljük az arányokat, és hogy attól Isten tanítja az Ószövetségi Szentírás, hogy teremt. Szemben az ember maga alkotta isteneivel, akik ugye nem léteznek fából, kőből, ki tudja milyen anyagból vannak. Tehát az Isten azért hangsúlyozza ki, hogy ő teremt, mégpedig szavával teremt, hogy az ő egyedül való voltát nyilvánvalóvá tegye és megragadhatóvá. Nyitán ez a Zsoltár szöveg, a 33. Zsoltár 6. versében találjuk, ez ugyanerre a gondolatra helyezi a hangsúlyt. Azt mondja, hogy mikor látom egeidet, ugye mondta az előző, tehát itt is az ég és a föld viszonyáról szól, és arról, hogy ezek nem véletlenül jöttek létre, hanem az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Szólt, nincs időtényező, teszem hozzá magam véleményét, és úgy lett. Ha nem vennétek rossz néven, én egy élményemet megosztanám veletek. Ez lehet, hogy sok hallgató vagy néző számára egy kicsit elrettentő lesz, mert a tudománynak egy nagyon speciális, szélsőséges területéről származik. Valaki jó akaróm a kezembe nyomott egy könyvet, mert látta, hogy én ilyen lázas igyekezettel próbálom ezt a kérdést a magam részére feldolgozhatóvá tenni. Ez a könyv címe, hogy a teremtés parányi titka, egy amerikai geofizikus tollából származik, és ez az ember annak idején evolucionistaként kezdte a maga pályáját, és választotta ezt a tudományos területet, és rábízták, hogy nehéz fémek után kutasson, és ennek kapcsán azután a Föld őskőzetét kezdte vizsgálgatni. A Föld őskőzetéből parányi vékony kis metszeteket készítettek, és ezt ő mikroszkóppal szemlélhette, valamilyen módon átvilágították, vagy megvilágították, és rájött egy érdekes dologra, hogy parányi, mikroszkópikus méretekről van szó, központi rádióaktív mag körül a rádióaktív kisugárzásnak köszönhetően koncentrikus körök alakulnak ki a rádióaktív megmozdulás eredményeképpen. És rájött arra, hogy a központi mag polónium. És ez azért érdekes, hogy eddig a polóniumot csak az uránium lebomlási lánc izotópiaiként ismerték, és a polóniumról annyit kell tudni, hogy a felezési ideje például az egyiknek 164 mikroszekundum.
Tehát ennek a kőzetnek, a gránitnak 164 mikroszekundumon belül kellett megszilárdulni ahhoz, hogy a körök koncentrikusak legyenek, és ne ilyen elfolyó állagúak, mert hogyha a Föld őskőzete lassú lehűlés útján szilárdult volna meg, akkor nem lennének láthatók ezek a körök. Hát ez egy kitérő volt, de ezzel csak szeretném azt érzékeltetni, hogy bennem ez a tudásvágy és a kutatás az ilyen területekre is elkalauzolt engem. Szóval nekünk hitetlenségre hajlamos embereknek olykor kellenek ilyen fogódzó pontok, mint amikor Jézus gyógyított, és saratkent valakinek a szemére, nem a sár gyógyította meg biztos, de volt egy megragadható tényező, amit az illető a hitével megragadhatott. Hát számomra is ezek a racionális értelmet szolgáló tényezők körülbelül ilyen sár szerepét töltik be. Tehát azt mondja a Biblia, hogy Isten a teremtő, de a Biblia arról is beszél közelebbről, hogy a teremtés munkáját az Isten elgondolta, de valaki, egy kivitelező, egy kézműves is kellett hozzá. A Biblia erről is megszólal. Nagyon szeretem a János evangélium a kezdetét, ahol olvashatunk erről az első versekben. Kezdetben volt az ige, és az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige, ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát számomra ez azt jelenti, hogy az ige, aki Jézus Krisztus, ő a teremtő. És azért nagyon különleges számomra, mert amikor Jézus Krisztus ide született erre a földre, akkor számomra ez azt mondja, hogy Isten annyira szeretné, hogy mi megtaláljuk őt, hogy az ő saját fiát, aki a teremtő, őt küldte ide, hogy mi egészen közelről megismerhessük, hogy kicsoda ő. Azt mondja Jobb könyv, hogy kívánkozna kezének alkotása után, és ebben a gondolatban, amit megfogalmaztál, voltak éppen ez jut kifejezésre, miután mi nem tudunk elmenni az ő székéig, hát eljött ő. A Kolossei levél viszont arról is bizonyságot tesz, hogy ez a valaki, ez a Jézus Krisztus kicsoda. Ugye az általános emberi vélekedés szintjén Krisztus emberi természetére, emberi megnyilvánulásaira kerül óriási hangsúly, hiszen itt járt közöttünk, szemlélték őt, bizonyságot tettek az itt létéről, megnyilvánulásairól, és kevésbé megragadható az ő isteni mi volta. És ezért a Szentírás írói isteni ihletésre fontosnak tartották, hogy Jézus istenségére hangsúly kerüljön. Igen, a Kolossé levélből így olvashatunk néhány gondolatot Jézus személyéről. Ő a képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született. Mert ő benne teremtetett minden, ami van mennyen és földön, láthatók és láthatatlanok. Minden ő általa, és ő reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Azért nagyon szép számomra ez az ige, mert az Atya Isten nem tartotta magának meg ezt a kiváltságot, hogy ezt a csodálatos világmindenséget benne a galaxisokkal, a Földünkkel, a mikroélő élővilággal és az élettelen világgal, ezt mind ő maga hozza létre, és az ő társai pedig ennek csupán szemlélői legyenek. Bevonta ebbe a munkába az ő fiát, Jézus Krisztust is, aki ugyanúgy isteni személy és isteni hatalommal bíró teremtő, aki tulajdonképpen véghez vitte az Atya tervezése alapján a földi élővilág létrehozását, de tulajdonképpen az egész világ mindenséget. És milyen szép Jobb könyvében. Úgy látszik, hogy nagyon sokszor előkerül Jobb könyve. Kézművesnek tekinti Jézust, és játszadozott előtte minden időben. Úgy el tudom képzelni, hogy Isten örömét lelte a teremtésben, amikor akár az embert megteremtette, amikor ajándékkal ruházta fel a teremtményeket, mert az élet maga is ajándék. Ha élvezzük az egészségünket, a környezetünket, akkor ezt mind-mind ajándéknak tekinthetjük, amit az Isten a maga végtelen szeretetében pazarlóan ránk áraszt. És ugye itt a zsidókhoz írt levél,
kijelentése arról is számot tesz. Ugye az előzőben felvetődött a kérdés, hogy egyedül vagyunk a világ mindenségben, vagy Isten csak a földünket teremtette. A zsidókhoz írt levélben az olvasható, hogy aki által a világokat is teremtette, ugye Jézus Krisztusra vonatkozó kijelentésről van szó. Az előbb idézeti kijelentésben, igéi kijelentésben egy kicsit már a fenntartás gondolata is megjelenik. Minden ő benne áll fent. Tehát nem elég valamit csak megalkotni, mondjuk a madásféle elgondolás szerint, hogy évmilliókig is eljár tengelyén, hanem foglalkozni kell. Mert ugye Isten és ember között, Isten és a teremtmények között egyfajta szeretett közösség áll fent, amiből eleve következik az, hogy a szeretet kapcsolat ápolásra szorul, fenntartásra szorul, és ebből vezethető le az Isten fenntartó munkája is. Igen, szintén zsidók levele az, ami arról beszél, hogy Jézus milyen szolgálatot végez a teremtés után. Jézus az Atya dicsőségének visszatükröződése, valóságának képmása, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítva állt a felséges jobbjára a magasságban. Azért is nagyon sokat jelent számomra is ez az ige szakasz, mert sokszor tapasztaltam azt, hogy vannak nagy alkotók, nagy létrehozók az életben, nagy intézményeket alkotnak, hoznak létre, nagy találmányaik vannak, de utána nem igazán tudják kibontakoztatni annak a működtetését, a fenntartását. Isten viszont nem egy olyan alkotónk, nem egy olyan létrehozónk, aki elindítja a történelmet, benne az embereket, a szabad választással rendelkező emberi lényeket, hanem bármi helyzet, probléma, nehézség adódik, ő azzal a gondos gazda szemlélettel áll hozzánk, és törődik velünk, hogy bármikor, bármiben kész beavatkozni. Méghozzá nem csak kisegíteni, hanem ugyanazt a teremtő hatalmat megnyilatkoztatni a személyes életemben, a személyes életünkben, mint amivel annak idején a galaxisokat, a földünket hatalma szavával pillanatok alatt megteremtette. És ez a gondolataidat folytatva azt is jelenti, hogy a teremtés nem öncélú. Szóval az Isten noha játszik könnyedséggel, és mint egy játszadozva teremtett, a teremtés mégsem öncélú. Az Isten örömét szolgáló megnyilatkozás csupán, hanem minden teremtett dolognak célja, értelme van, és a teremtmények javát szolgálja, mert hogy az önzetlenséget képviselő Isten alkotta, hozta létre ezeket. Jobb könyve, megint ugye én idézem Jobb könyvét már szinte megszámlálhatatlan mértékben, azt fogalmazza meg, hogyha csak magára volna gondja, lelkét és lehellését magához vonná, és elhervadna együtt minden test, és az ember visszatérne a porba. Tehát ha öncél lenne a teremtés, akkor a lelkét és lehellését visszavonhatná. Ha csak ő magára volna gondja, akkor velünk teremtményekkel nem foglalkozna. De miután felhozza a napját jókra, gonoszokra, a Biblia tanúságtevése szerint, esőt ad, igaznak, hamisnak, fenntartó munkálkodásával biztosítja az élet feltételeket, ez mindenképpen egyfajta érzelmi viszonyt is feltételez. Nem csupán azt, hogy az Isten szeret minket, hanem ebből szükségszerűen az emberi hálaérzetnek is meg kellene nyilvánulnia. De az, hogy én élek, az, hogy egészségem van, hogy javaim vannak, ez nem magától értetődő dolog. Valaki, egy neves író fogalmazta meg, hogy minden pohár víz, és minden falat kenyér, és minden boldog nevetés annak tulajdonítható és köszönhető, hogy az Isten szeret minket, és fenntartó munkájával életet és leheletet ad mindeneknek. Tehát Isten a fenntartó, és ebben a fenntartó munkában is, ahogy már a korábbiakban is megfogalmaztuk, nem az Isten hatalma, az is, hanem az Isten erkölcsi lénye, az Isten hozzánk való szeretetteljes viszonyulása a hangsúlyos. Mert ha csak úgy képzeljük el az Istent, hogy hatalma szavával tart fenn mindeneket, és az erkölcsi lény ebből a képből kiszorul, akkor
az embernek nem lenne személyes indítatása, hogy ezt az Istent jó lenne megismerni. Általában a nagy hatalommal rendelkező lényektől a kisebbek, a tehetetlenebbek visszariadnak. De az Isten erkölcsi lénye az, hogy mi belső vonzódást érzünk. Valaki így fogalmazott, hogy az Istenben van egy ember formájú űr, vágyódik teremtményei után, az emberben pedig, miután az Istennel közelebbi kapcsolatot nem ápolunk, ezért van egy Isten formájú űr, és ez kielégítésre, ez megnyugtatásra vágyik. Ugye beszéltél itt arról, hogy az Istenben nem a hatalma az, ami megragadó számunkra, hanem a jelleme. És számomra az az ige, amit idéztél, hogy Isten felhozza a napját a jókra és a gonoszokra egyaránt, és ennek a bizonyítéka. Mert Isten nem válogat. Föntartja az életét mindenkinek. És én nagyon rácsodálkozom erre az ige helyre, hogy mi az, hogy ő hozza föl. És mi az, hogy ő ad esőt. Hát nekünk nem természetes, hogy följön a nap az égen, esik az eső, mert hát végül is ettől élünk. Mi lenne velünk nap és eső nélkül? És ezek az ige helyek számomra azt mondják el, hogy a Föld nem a természetben eleve benne rejlő erő által hozza meg évről évre a termését. És az nem csak úgy magától van, hogy a szívem dobog, lélegzet lélegzetet követ, hogy a gyerekeim élnek, onnantól kezdve ugye, hogy megfogantak, hanem hogy ez tulajdonképpen az Isten szüntelen gyakorolt hatalma tartja forgásban a Földet, és a mi életünknek a működtetését is. És azért csodálatos számomra az ő jelleme, hogy nem vonja meg a fenntartást és az élet lehetőségét azoktól sem, akik jelenleg még nem fogadták őt el, sőt, még azoktól sem, akik tudatosan szembefordultak ő vele. Tehát ezért számomra különleges az, hogy Isten nem a hatalmával akar elkápráztatni, azt is megmutatja, de azt szeretné, hogyha ő jóságát látnánk meg a teremtő hatalma mellett, mint ami a fenntartó hatalomban számomra csodálatosan nyilatkozik meg. Jobb könyvében van egy újabb idézet. Érdekes, hogy ez a nagyon régen született könyv az Isten jellemét mennyire megragadó módon tárja az emberek elé. Az ős világösvényét követedi, amelyen álnok emberek jártak, veti fel a kérdést az özönvíz előtti világ embereiről, akik azt mondták a mindenhatónak, távozzál el tőlünk. Erre mit cselekedik a mindenható? Megtöltötte házaikat javakkal. Szóval az Isten a maga önzetlen szeretetét kiárasztja mindenkire, és ez az a belső elkötelezettség, ami bennünket mindenképpen felé kellene fordítson, csupán az erkölcsi érzék alapján is. Juhász Gyula fogalmazott meg egy gondolatot, ami eléggé megrázó felismerést hordoz, hogy tudunk együtt élni azzal a tudattal, hogy föld életünk során egy nagy és ismeretlen úr vendégei vagyunk. A teremtő vágyódik arra, hogy az ember felé forduljon, és a természetes logika is azt kívánná, hogy az ember is természetes, spontán vágyakozással forduljon az Isten felé. Már csak az Isten sokféle jósága miatt is. Nagyon csodálatos Jobbnak egy vallomása, ugye sokat idéztünk Jobb könyvéből, és számomra azért különleges ez a vallomás, mert úgy gondolom, hogy Isten azt szeretné kimunkálni bennünk, hogy mi is ide jussunk el, ahová ő eljutott. Tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Ki az, mondod, aki gáncsolja az örökrendet tudatlanul? Megvallom azért, hogy nem értettem. Csoda dolgok ezek nékem, és fel nem foghatom. Hallgass hát, kérlek, én hadd beszéljek. Én kérdezlek, te pedig taníts meg engem. Tehát azért példaértékű számomra Jobb vallomása, aki tényleg nagyon mély ismerettel rendelkezett, hogy azt mondja Istennek, hogy én hadd kérdezzelek. És itt vagyok nyitott szívvel, te taníts engem. Sajnos túl nagy bennünk az üzemzaj. Annyira el vagyunk foglalva a saját gondolatainkkal és fontosságunk tudatával, hogy ez nagyon nehezen tör a felszínre, ez a belső vágyakozás. Mi beszélünk általában, és az Istent nem hagyjuk. Illetve ha az Isten beszélne is hozzánk, nem jut el hozzánk, mert
akkora a belső zaj, hogy azt a halk és szelíd hangot, amivel ő próbál a lelkiismeretünkre hatni, nem nagyon értjük és halljuk. Hát mindenképpen úgy gondolom, hogy az egész teremtett világ a Földön kívül nagyon pozitívan gondolkodik Isten személyéről. Azt mondja itt Jelenések könyvében János, aki lejegyezte ezeket a gondolatokat: méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt, mert Te teremtettél mindent, a Te akaratodért vannak és teremtettek. Én úgy gondolom, hogy bizonyára lesznek a Földön is sokan, akik felismerik azt, hogy ezt az Istent érdemes megismerni, és érdemes nem csak gondolkodni azon, hogy majd egyszer jó döntést hozunk, hanem lépéseket tenni annak érdekében, hogy kutassunk, keressünk, és azután az értelmes megnyilatkozása lehet az az embernek, hogy ezt a teremtőt elkezdi tisztelni, becsülni, és valóban nem a hatalma miatt, hanem az a rengeteg jó dolog, jóság, szeretet, az erkölcsi értékei, amelyeket képvisel a sokszor rossz utakon járó emberek felé, felénk, hogy ez elindítja az embert a Jóisten felé. És érdekes, hogy a Jóisten felé elinduló ember valószínűleg nem érzékeli, de nem a saját képességeire és erejére hagyatkozva teszi meg ezeket a lépéseket, hanem egy belső Istentől indított vonzásnak enged. És ugyancsak egy híres írót idéznék talán összegzésül: ha valaki nem áll ellen, akkor az Krisztus magához vonja. Ennyi a mi dolgunk. Nem ellenállni, nem szembefordulni, hanem engedni az Isten erkölcsi lényéből áradó szeretet vonzásának. És ha valaki így viszonyul, azt Isten magához vonja. Fritz Bádinak van egy könyve, ezt még talán zárásul hadd idézzük, Közgazdász. Érdekes, hogy gondolkodó emberek, mindegy, hogy milyen területen tevékenykednek, nagyszerű gondolatokra jutnak el. Azt írja a könyvében, a Versenyfutás a 2000. évig címűben, hogyha ez a Föld fennmarad, és érdemes lesz a kormányzásában részt venni, akkor egy dolog biztos, csak a szelídek öröklik ezt a Földet.